Éva, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de amióta itt vagyunk, egyre jobban megerősödik bennem az az érzés, hogy milyen jó itt Sepsiszentgyörgyön lenni. Főként, mert egyre melegebben süt a nap, de van egy sejtésem, hogy nem csak most jó itt lenni Sepsiszentgyörgyön. Így van, nem beszélve arról, hogy olyan embereket vonz ez a város, akik teljesen más kultúrában, más városban nevelkedtek, de valahogy mégis itt Sepsiszentgyörgyön találtak otthonra. Bizony, erről nekünk fog mesélni az ország egyik legkiválóbb jazz énekes nője, Luisa Zahn, szeretettel köszöntünk. Sziasztok, én is köszönöm a meghívást. Szia, köszönjük, hogy elfogadtad. Mikor jártál először Sepsiszentgyörgyön? Hát 2005. Igen, 2005. Én azt hittem, hogy Sepsiszentgyörgy, hogy nem jövök Sepsiszentgyörgyön, de van egy más Szentu Gyorgy, az a Dunara mellett. A Duna mellett. A Duna mellett, igen. És azt hittem, hogy ott megyek. És látom, hogy Brassov mellett jövök. Mi ez? És nem tudtad, hogy hova jössz? Nem tudtam, hogy még van egy Sepsiszentgyörgy, még van egy Szentu Gyorgy. Igen, egy Szentgyörgy, igen. Még vannak négy vagy több is. Így van, így van. Igen, és akkor így potyantál ide, egy koncertre jöttél, gond feltételezem, vagy koncertezni, énekelni jöttél. Sepsiszentgyörgy napok. Kíváncsi vagyok, hogy túl kiabálnak-e a fiúk minket a háttérben. Közben hangolnak az esti koncertre a fiúk. Amúgy mikor döntöttél, hogy itt szeretnél élni? Hogy mégis itt látod-e az életedet? Hát most se tudom, mert én nagyon-nagyon szerettem Bukarestben lakni. Nagyon szeretem Bukarest. És azt hittem, hogy soha nem fogok elköltözni máshol. Nagyon pezsgő élet az életformával és, igen, a mindennel, ugye? De voltam sok... sok helyen, sok helyen városban. És külföldön is, nem csak itt az, igen, országban. Igen, igen, Amerikában is, és Európa, mindenhol, de... Tehát Sepsiszentgyörgy biztosan nagyon büszke, hogy Bukarest egy nagy főváros, kontinens, másik kontinens, és Luisa Zahn úgy döntött 3 éve mindenképpen, ugye? Igen. Hogy Sepsiszentgyörgyön. Miért? Azért a feleségem nem akarta jönni Bukarestbe. A feleséged? Vagy, igen, a férjed? A férjed? Nem, lehet feleség is, semmi baj, és nagyon köszönjük neked, elmondtad műsoron kívül, hogy itt ragadt rád a magyar nyelv. Alapvetően alig beszélsz, ugye a családban is románul beszéltek egymással, és egy-két emberrel beszélsz magyarul, és nagyon jól beszélsz. Pontosan nem itt tanultam magyarul beszélni, mert nem beszélek senkivel magyarul itt. Vannak sok román barátaim, igen. Sokat dolgozok a román színháznál, és a feleségem nem... A férjed? A férjem, nem beszélek magyarul, de Budapesten. Igen, Budapesten, igen. Dolgozok Sárik Petivel és Gyárfás Istvánval, és ők nem beszélnek román. Románul? Kénytelen voltál magyarul megtanulni a kedvükért? Ez nem baj, tehát mind tudjuk, hogy ahány nyelv, annyi ember, ahogy mondani így szokták, van, így van, így van. Hát angolul jól beszélsz, és még lehet, hogy egy-két nyelven ebbe a magyar is, főként a mi műsorunk kedvéért. Nagyon nehéz tanulni magyarul, nagyon-nagyon nehéz. Igen. Kell kicsit idő, kell hozzá, ez a dolog. Főleg gondolom, nyelvtanilag egy picit nehezebb a magyar. Biztos vagyok nyelv. Benne, hogy a kedves nézők is értékelik, így és van. Mindenképpen egy-két toldaléktól eltekintve teljesen rendben van. Beszéljünk egy kicsit a jazzről, a szíves csücskéről. Hogy a jazz? Miért a jazz éppen? Miért a jazz? Én kezdtem énekelni román dalokat, tradicionális, hagyományos népdalokat, népzenét, igen. 4 éves volt, amikor kezdtem énekelni, és utána kezdtem tanulni klasszikus zene, klasszikus ének. Igen, igen. És mikor voltam 15 vagy 16 éves, jött egy belgia barát,
belga barát. Belga barát. És hozta valami szép zene. Azt mondta, hogy azt muszáj kell meghallgatni. Igen. Mert nagyon-nagyon sok, nagyon... különleges, értékes zene? Köszönöm szépen. Igen, nagyon szívesen, tényleg. És az volt Nat King Cole, a legszebb 30 dal. Igen. És ott tudtam, hogy ez fogok csinálni az egész életem. Csak ez. És mikor mentem a Jásba, az egyetemre. Köszönöm, nem van. Az én tanárnőm, uh-huh. ének tanárnőm, Mária Zsana Sztoja, azt kérdezett, hogy te mit szeretsz meghallgatni otthon? Milyen zene szereted? Milyen zenét hallgatsz, igen. És mondtam, hogy valami furcsa, biztos, hogy nem tudjátok milyen, de jazz az... Milyen jazz? Nat King Cole. Hát én ismerem Nat King Cole. Hát persze, hogy nagyon szép. Jó, akkor te nem fogsz énekelni operát, te fogsz énekelni Lied Oratorio Cantata. Csak ez. Ez, hogy mondják... Hasonlít, az alapokat megadja hozzá, ugye? A jazz és a Bach... Igen. Nem ugyanaz, de ott valami. Hát nem, és akkor azóta ezt teszi ki az életedet, függetlenül attól, hogy édesanyja vagy, mellette a jazz, a színház, a Sepsi Szentgyörgyi lét, és hát a kedves nézők látni fogják a jóvoltodból már ebben a műsorban is, illetve hallani is fognak. Milyen terveid vannak nyárra? Vagy milyen fellépések? Vagy hol hallhatnak téged az erdélyiek is, nem csak? Hát lesz egy nagyon szép színház premier, május 12-én, a Román Színház, Sepsi Szentgyörgyön. Nagyon-nagyon szép. Előre fogok csinálni egy más színház produkció. Színház azért hát a közeljövőben. Igen, május 7-én lesz a Rádó Afrin produkció, és utána 17-én a másik produkció. Utána Brassóba azt hiszem, hogy Vibrate Festival, na akkor lesz egy nagyon szép és érdekes koncert. Én fogok énekelni egy Bach koncert. A lényeg, hogy erdélyszerte látnak, hallhatnak téged a közeljövőben, aki szeretne élőben, aki meg nem teheti, vagy nem bír addig várni, az most az üzenet szeretettelben már hallhat téged. És hát el is érkeztünk a beszélgetésünk végéhez. Így van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen, és további sok sikert.
absolutely true. All we are is due. All I